emberiség önmagát fogja kiírta. Ez a növények, jönnek az állatok, és a végén senkinek se eledel semmi. Hát nekem borzasztóan fáj a szívem. Tehát ez az egész időjárással való törődés, hát egy kicsit túlmegy a szükségletem. Ön szerint mostában több vihar van, mint mondjuk volt 10-15 évvel ezelőtt? Igen, úgy érzem, hogy több vihar van, és sokkal erősebbek, mint annak idején. 77 vagyok, és volt, hogy akkor is a Robert Károly körútról elútról térdig érő vízbe mentünk haza. Soha nem voltak ilyen melegek. Most csak akkor nem voltak ilyen, akik, hát nem mondom, hogy ilyen ezzel foglalkozik, hogy a rémhíret, rémhíteresztő, hogy valami ilyenek nem voltak. A jégeső, meg ezek a viharos szelek szerintem ezek újdonságok, ezek nem voltak eddig. Ez alatt a 40 év alatt ilyen brutális, sűrűn előforduló viharoknak biztos köze van a felmelegedéshez. Változtak azok a klimatikus viszonyok, ami európai éghajlatát eddig meghatározta, és úgy most keresi helyét valószínűleg, vagy az új egyensúlyt. Az ember nagyon a természet ellen dolgozik, szóval ez túlságos, amit csinálunk, az rettenetesen természetellenes. Úgyhogy ennek meg lesz az eredménye, egész biztos. Mikor katona voltam, mínusz 27 fok volt a leghidegebb, azóta 15 foknál nem volt hűvösebb. Mi a megoldás a globális felmelegedésre? Van valami gyógyír? A fákat nem szabadna kivágni, a sivatagot csinálnak, az eróziót elindítják, tehát ez sokkal magasabb szinten van, mint amit mi tudunk tenni. Olvadnak a jégtáblák fönt, ez biztos, hogy ezzel van, a golfáramlatot tönkreteszik. Miért tettem soha Amerikába a szívószálakat? Miért kell vonulni műanyag pohárral, miért nem ülök le egy kávéra? Az autók azok sokkal kevésbé szennyezik a levegőt, mint a repülőgépek, amelyek kiengedik az üzemanyagot. Mi se használjuk a klímát dögire. Tudatosabban kéne élnünk, jobban odafigyelni a környezetszennyezésre, a szelektív hulladékgyűjtésre, arra, hogy ne dobáljunk szeneszéllyel az utcán mindent. Ez csak rajtunk embereken múlik, senki máson. Szemetet külön veszem, a nejlont, meg akármit, azt külön dobom. Nem dobálom el a szemetet. Hát ez elemi dolog. Én például 10 éve nem veszek egy ásványvizet. Kettő van otthon a vendég, ha jönne. Mi se használjuk az autót, hogyha nem muszáj. Őrült környezetvédő vagyok, és fel vagyok háborodva, hogy a világ még mindig nem tért észre.